A telefonnál Kovács M. Mária történész, többek között a Numerus Clausus elismert kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szakály Sándor a kormány által irányított Veritas történetkutató intézet főigazgatója. Úgy látszik immunis mindenfajta bírálatra, kritikára, helyreigazításra, mert évek óta ismételgeti, és most a Magyar Hírlapban egy interjúban is megtette, hogy a Numerus Clausus szerinte nem is volt jogfosztás, és semmiképp nem helyes zsidó törvénynek nevezni. Gondoltam, hogy ez annyira éles kijelentés, hogy kíváncsi vagyok, bár sejtem, hogy egy kutatója a témának mit válaszol erre. Hát, szóval tulajdonképpen egy kicsit nevetséges már ez tulajdonképpen már nem is egy vita, hanem valami bohózat, én szerintem, ami itt zajlik. Nyilvánvaló, hogy a szakály interjú, vagy inkább, ahogy én olvasom, öninterjú egy provokációnak készült, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez a szöveg, ez a szokásos szakály szövegeknél lényegesen zagyvább. Szóval itt aztán tényleg minden össze-vissza van hordva. Felhívom a figyelmét önnek is és a hallgatóknak is arra, hogy itt olyan mondatok szerepelnek, most olvasom a cikkből, a Numerus Clausus törvény szövegében nem is szereplő zsidóságba, csak az izraelita hitűek tartoztak bele. Tehát, azt mondja, hogy azok nem, akik kikeresztelkedtek. Nem, igen, de nem is szerepelnek a zsidók a törvényben, viszont csak az izraelita hitűek tartoznak bele, a nem szereplő zsidókba. Igen, igen. Tehát itt valami olyan, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, de ez egy olyan zagyva, összehányt szöveg, amiért én a kollégától még soha nem olvastam. Aki mégis csak történész, nem csak főigazgató. Igen, elvileg történész. A héten most kinevezték újabb 5 évre az intézetének az igazgatására. De itt, szóval itt van itt valami, ahogy ön kezdte ezt a beszélgetést, ezzel tudom én is csak mondani, hogy van itt valami teljesen együgyű makacság abban, ahogy ő ismételgeti a Numerus Clausus-szal kapcsolatos állításait, de ezek egyáltalán nem ártalmatlan dolgok, mert mint ahogy kiderül a honlapjukról és egyéb információkból, több éves kutatást kezdtek el a Numerus Claususról már tavaly. Hát akkor még akár az is lehetséges, vagy az is elképzelhető, hogy rájönnek a saját több éves kutatásaik eredményeként, hogy nem volt teljesen igaz, amit a főigazgató mondott eddig, úgyhogy majd ő is korrigálni fogja az álláspontját. Jó, zárójel, az hülyeségemhez a zárójel bezárva, mert ennyire naív én sem tudok lenni. De azt nem értem, hogy miközben a kormány az elmúlt 3 évben legalább, amióta ezt az egész menekült válságot a fő politikai üzenetévé tette, és Európa megmentőjének szerepébe próbálja magát bejátszani a miniszterelnök és kormánya, hogy megmentjük ezt a keresztény zsidó Európát, és az antiszemitizmustól főleg meg akarjuk védeni, hiszen a muzlimok beáramlása elsősorban a zsidók számára volna veszélyes, és ezt nem engedhetjük meg, és ezért a kultúránkat és zsidó honfitársainkat. Elhangzik napról napra, hétről hétre, most már évről évre, ehhez képest pedig a saját történetkutató intézetük igazgatója elmondja, vagy elmondatják vele, vagy csak ő ragaszkodik makacsul a saját korábban elmondott tételeihez. Elmondja, hogy hát nem volt itt tulajdonképpen antiszemitizmus. Mi a probléma? Tessék tovább menni. Na jó, hát ez így függ össze, pontosan ahogy ön mondja, tehát ha nem volt antiszemitizmus, akkor rendben is van az egész. Tehát ő is azt mondja, szóval hogy mondjam... Ez nem mond ellent a kormány mostani politikájának? Így van, tehát az antiszemitizmust ő is egy rossz... Szóval azt azért elfogadja, hogy az egy rossz dolog, az antiszemitizmus. Csak a Numerus Clausus nem volt zsidó törvény. Igen, igen. De azért tovább is ment itt ebben az interjúban. A kérdező fölteszi a Numerus Clausus után, hogy többek szerint ez a lépés egyenesen a holokauszt előszobája volt. Erre Szakály egy történész kollégájára hivatkozik, aki
egy könyvében végigvette a hazai zsidóság vagyonvesztését 38 és 49 között, és igen, például ezt idézi Szakály arra, hogy hát szerinte nem is bántak olyan rosszul a zsidókkal, még a világháború előtt sem, sőt, hogy a zsidó tulajdonban lévő mező- és erdőgazdasági ingatlanokat és tartozékaikat úgy vették el a zsidóktól, hogy az ingatlanokért 30 éves futamidejű, 3,5%-os utólagos kamatozású zárolt pengő kötvényekkel kívántak fizetni. Igen. Bezzeg 45 után elvették csak úgy. Igen. Igen, hát itt ugye ez az 1942-es törvénycikk, ez a negyedik zsidó törvény, amiben kimondták, hogy a zsidóknak kötelező átengedni a földbirtokot az állam részére, és ezeket a földbirtokokat legfőképpen a vitézek között osztották ki, majd pedig ugye, mint tudjuk, ezeket a zsidó birtokosokat elégették Auschwitzban. És mi lett az állam kötvényeikkel? Hát igen, igen. Szóval ez... De arról nem hallottunk, ugye, hogy ezekből az államkötvényekből ezek a vagyonuktól megfosztott zsidók olyan jól éltek volna a következő években egész 44 tavaszáig vagy nyaráig. Igen, igen. Nem? Igen, szóval hát én itt érzek, ugye azon kívül, hogy ez egy nagyon furcsán össze-vissza hányt felületesen megírt szöveg, ami elsősorban a Nagy Imre szobor eltávolításával foglalkozik, és igen, onnét jutnak valahogyan a zsidó törvények. Na most ez a kérdés, hogy hogyan. Tehát tulajdonképpen én itt érzek ennél, tehát a numerus claususra vonatkozó ilyen provokatív megfogalmazásokon túl, én itt érzek egy másfajta sunyiságot is. Tehát én azt érzem... Hát én azt érzem, hogy mondjam, a Szakályféle ilyen burkolt, vagy hol burkolt, hol nyílt antiszemitizmusból kiindulva, nem igen lehet a Nagy Imre szobor eltávolítását megindokolni, de ő itt megpróbálja azt, hogy valami módon addig csűri csavarja ezt a dolgot, hogy de viszont az Ávóban sok zsidó volt, és ez volt, és az volt, míg egyszer csak ott tartunk, hogy persze mindazok, akik a Nagy Imre szobor eltávolítása ellen fölemelik a szavukat, azoknak valahogy köze van a zsidókhoz, vagy zsidók. Hát igen, ilyen furcsa célzások vannak benne, de van benne, egy, ahogy itt utalt rá, egy érdekes megállapítása, vagy tulajdonképpen kérdése, magához intézett kérdése Szakálynak. Érdemes lenne egyébként végre tisztázni, mondta, mit is értünk antiszemitizmus alatt. Az például annak számít, ha azt mondom, hogy az államvédelmi hatóság vezetőinek többsége zsidó származású volt, vagy ha rögzítem, hogy a Rákosi rendszer meghatározó politikai vezetői ugyancsak zsidók voltak, nem hiszem. Vagyis ez szerinte nem antiszemitizmus. Akkor mi számít annak? Csak hogy tisztázzuk végre. Igen. Hogy, ja, hogy ez, na most akkor föltettem önnek, hogy próbáljuk tisztázni, igen, mi volna az antiszemitizmus meghatározása, amit, ezt nem mondom, hogy Szakály Sándor is elfogadna, mert ez kétséges, de amit magunk között elfogadhatónak tartunk, hogy mi volna közbeszédben, közgondolkodásban az, amit antiszemitizmusnak lehet nevezni. Én nekem eddig a leg, hogy mondjam, elfogadhatóbb meghatározását ennek Bibó István adta, aki azt mondja, hogy attól, hogy valaki nem szereti a zsidókat, vagy hogy itt-ott csúnya dolgokat mond rájuk, aztól még az illető nem feltétlenül antiszemita, illetve nincs az egész dolognak különösebb jelentősége. A dolog akkor válik jelentőssé, és akkortól kezdve érdemes antiszemitizmusról beszélni, hogyha ezekből az érzésekből és megérzésekből egy politikai program születik. Tehát, hogyha ez összeáll valami olyan dologgá, ami meghatározza a cselekvéseinket politikailag. És hát a Szakály Sándor esetében kinyílik ez a kép, vagy megnyílik ez a kérdés, mert azért ő eléggé programmatikusan hajtja végre azokat a dolgokat, amiket csinál. Tehát itt ennek az intézménynek van egy programja, és ez a program, ez nyilvánvalóan a Horthy korszak tisztáramosása,
Úgyhogy... És mondjuk a Rákosi korszaknak olyan fajta befeketítése, amivel nem, vagy nem ezzel kellene a Rákosi korszakot befeketíteni, mert nem az volt a fő bűne, hogy zsidók voltak vezető pozícióban, hanem az, hogy ez egy kemény, brutális diktatúra volt, és zsidókra is vonatkozott, zsidók számára is ugyanolyan élhetetlen, sok esetben gyilkos volt, mint nem zsidók számára. Ebből a szempontból tehát mindegy mellékes, hogy zsidók voltak ott vezető pozícióban, vagy nem zsidók. Ha valaki ezt veti föl, az viszont legalábbis elgondolkodtatja az embert, hogy milyen meggondolás lehet mögötte. Miért fontos az, hogy valakik zsidók voltak-e akkor ott vezető pozíciók? Igen, erről is lehet egyébként én szerintem antiszemita felhangok nélkül is beszélni. Tehát ha egy történész az egész kontextust megvilágítja, tehát elmondja először azt, hogy miért történt ez, miért alakult ez így? Igen, igen. Tehát a Horthy korszakban a kommunisták között sok volt a zsidó, azért, mert a Horthy korszak olyan volt, amilyen volt. És utána elmondja azt, hogy a zsidók közül viszonylag kevesen kompromitálódtak, hogy úgy mondjam, a Horthy korszakban, a hortista politikában, vagy a nyilas politikában, akkor már is elérkeztünk oda, hogy nyilvánvaló, hogy egy következő rendszerben ezek a zsidó káderek, ezek valamilyen módon, hát hogy mondjam, posszibilisekké váltak. És akkor kontextusban van helyezve, és akkor én nem is érzek benne különösebb antiszemitizmus, hogyha ezt fölemlegetik. Csak mondjuk úgy, hogy ez csak úgy előjön a semmiből, és a zsidók voltak többségben, vagy sokan voltak, vagy nem tudom, hát ez... Akkor az olyan, mintha az ő bűnük lett volna a Rákosi rendszer. Úgy van, pontosan. Márpedig mondjuk a szovjet megszállás, vagy Sztálin nélkül nyilvánvalóan ez a rendszer sem jöhetett volna létre. Úgy van. Egy valamit még akkor szeretnék, vagy visszatérni valamire, ez a bizonyos államkötvény, amit kaptak a zsidók a kisajátítás fejében, hogy összességében a zsidóktól elvett vagyon, legyen az föld, ingatlan, üzlet, üzem, személyes tárgyak, mindaz, amiktől megfosztották őket a Auschwitz előtt, az... Hogyan zajlott? Milyen törvényi feltételekkel, szabályokkal, és kaptak-e bármit, akár kárpótlásként, akár ellenértékként? Lehet-e azt mondani, ó, hát ez törvényes keretek között történt, meg volt rá a törvény, és nem hagyták a zsidókat éhen halni sem? Hát igen, ez a törvény, ezt nagyon sok esetben érdemes idézőjelben tenni. Én is írtam egy könyvet, aminek az a cím, hogy törvénytől sújtva. Tehát ez csak attól, hogy valamire van egy törvény, az még annyit sem jelent, hogy jogszerű. Tehát igaziból az nyugodtan lehet embertelen. Úgy van, ez visszaélés a kifejezéseket, de visszatérve a kérdésre, hát egész pontos adatokról én nem tudok, hogy léteznének így arról, hogy a zsidók vagyona az ennek az országnak, Magyarországnak a teljes vagyonához képest hány százalékot tett ki, de hát vannak kollégáim, Ungvári Krisztián és mások, akik nagyjából elfogadják azt az adatot, ami hát a két háború között úgy körözve volt a hozzáértők által. Mondom, ez nem nagyon stabil, de ez ilyen 25 és 30 százalék közé teszi az ország anyagérejének a zsidók által birtokolt vagy kontrollált részét, és ezekhez